Sziasztok, jövőbeli mi, és azok, akik még nem voltak itt, de látják majd. Megnézték. 12-en nézték meg a YouTube-on a másodikon. Jézus Mária. Mert az álló hullámok kereső kifejezéssel. De nincs benne találni. Mi nincs benne? Nem, le lett vágva. Mindenki. Meg a... És a... Igen, hát a végében valamennyi benne marad, de szerintem az csak nagyon megfettes a kérdés. Jó. Ez a harmadik óra. Rezonancia jelenségek. Témakör. Benne az első, vagy a második. Múltkor is belett harangozva ez a téma, csak nem jutottunk el addig. De megint itt van a szokásos kezdcsináló képes izé. Bemutató, ami néhány olyan dolog köré csoportosul, amikről ma szó lesz. Egyébként kicsit egyenlőtlen, mert most a rezonanciáknál arról múltkor volt már egy képgyűjtemény, mert csak a kislány jelképezőt érintkezik. Ez ott kell. Igen, hát az összes többi az áramlásra kapcsolatos, mert rájöttem, hogy egy jó kis YouTube videó valamit nem fogunk tudni megnézni, és nem az a YouTube videó, ami ez. Majd belinkeled a blogon. Na igen, majd belinkeled oda, és akkor azzal a videóval kapcsolatot lehetne teremteni a rezonanciák meg az áramlások között, és ma pont ez az átmenet fog elvileg megtörténni a következő egy órában, hogy elindulunk a rezonanciáktól és eljutunk az áramlásokig, amiket egyébként nincsen szorosan közük egymáshoz, mert itt a szokásos videó, ezt most csak azért is rakom be, hogy lássátok, hogy az én számítógépen mennyire lassan dolgozik, mint a tekvái, de ez ismét csak egy emlékeztető, hogy álmunkban is, hogy ez mélyen beleégjen a tudatunkba, vagy az alá, hogy így néz ki egy longitudinális hullám, tehát például amikor hangot adunk ki, akkor így mozognak a részecskék elvileg a levegőben. Így néz ki. Na és múltkor egyébként ennél a fóliánál hagytuk abba, hogyha emlékeztek, itt a különböző peremfeltételekről esett szó, és hogy a peremfeltételek milyen fontosak. Ennek keretében múlt órán volt szó a húrokról, meg vízben lötyögő tálakról, és vagyis nem vízben lötyögő tálakról, hanem tálban lötyögő vízről. És most a tálban lötyögő víz kapcsán mondtuk azt, hogy van olyan peremfeltétel, mint amilyet itt látunk, miszerint a valaminek, ott konkrétan a víz felszínének olyannak kell lenni a peremeken, hogy vízszintesek. És ez határozza meg azt, hogy ezek a módusok alakulhatnak ki. De máshol is vannak ilyenek, és akkor múltkor szó esett arról, már itt elkezdtünk valamit mondani a sípokról. Hát akkor egy picit beszélek a sípokról is. Azért is, mert itt, amikről itt ilyen modernek vannak, azok a hangképző szervek, azok tulajdonképpen nagyon hasonlítanak sípokra, valamilyen formában, meg mindenféle üregekre. És most legalább akkor ejtsünk egy pár szót arról, amit múltkor már érintőlegesen kicsit tárgyaltunk, hogy milyen peremfeltételek vannak egy sípnál. Most először nézzünk egy olyat, ami hát az igazából nem is síp, hanem mondjuk egy dobnak vagy hangszernek a teste, vagy akármi, ami mind egy olyan rudat képzeljünk el, ami így néz ki, és mind a kettő végén zárt. Most, hogyha erre a képre gondolunk, amit itt látunk, akkor láthatjuk, hogy most itt, ugye bal oldalt van itt ez a mozgató piros valami, itt ő kelti a rezgést, jobb oldalon nincs behúzva a függőleges fal. Tegyük fel, hogy behúzunk oda egy függőleges falat, mit csinálnak a részecskék? Ugye a részecskék ottan visszapattannak például, vagy minden esetre egy biztos, hogy nem tudnak tovább menni. Ennek következtében a részecskéknek hasonlóképpen, mint ahogy a víznél is mondtuk, hogy a víz a tálban azért vízszintes a szélén, mert ott a részecskéknek megvan szabva, hogy merre mozoghatnak és merre nem. Ugyanez érvényes itt is. Tehát egy cső is olyan, hogy a részecskék nem mehetnek ki, tehát a részecske sebességnek mindenképpen kell, hogy legyen ott egy csomópontja. Ugye? Tehát a részecske sebessége ott tulajdonképpen mindig nulla kell, hogy legyen, mert nem mehet kifele a dobozból. A részecske sebességének a határon el kell tűnnie. Itt ez a peremfeltétel.
Most, hogyha a részecske sebességének el kell tűnnie, az azt jelenti praktikusan, hogy a részecske ott nem mozog, tehát sok lesz belőle. És ha sok részecske van, akkor ez azt jelenti, hogy ott nagyobb a nyomás. Tehát, hogyha a sípon többféleképpen is beszélhetünk arról, hogy persze álló hullámról beszélünk, de mi hullámzik? Hogyha mondjuk ez a síp, és akkor, hogyha a sípnak a hossza mentén felrajzoljuk mondjuk azt, hogy a részecske sebesség, tehát a részecskéknek így írom, ugye a múltkori jelöléssel ezt így jelöltem az átlagot, most is így jelölöm, hogy a részecskék átlagos sebessége hogy néz ki, akkor ő nekik ott az lesz a peremfeltétel, mint a húrnál volt, a húr mozgásánál, ugye? Tehát megint az van, hogy a szélén a sebesség az nulla kell, hogy legyen, tehát konkrétan megmondjuk, hogy mennyi a részecske sebessége. Ez úgy mondom, hogy ez a mind a két végén zárt sík, tehát mind a két végén el kell tűnni a sebességnek, itt van a nulla. Oké, és akkor a sebességek is olyanok, hogy például ez lesz itt az alapmódus, a sebességnek a nagysága az középen a legnagyobb. Igen, a sebesség nagyságot írom ide, jó? Mert hogyha időben kiátlagoljuk a sebességet, jobbra-balra megy, akkor mindig nagy nullát fognak kijönni. A sebesség abszolút értékének az átlagát rajzolom, úgyhogy akkor ez mindig pozitív lesz, és akkor egy ilyen mind a két végén zárt valamiben a sebesség az így fog kinézni. És ugyanígy a többi módus, az nem olyan lesz, mint amit a táblán láttunk, ugye, mert ott más a peremfeltétel, arra mindjárt visszatérünk, hanem olyanok, mint amit a húrnál láttunk. Tehát ez lesz a második módus, vagy első felharmonikus, stb. Hogyha a részecskék sebességéről beszélünk. Nem megy a nulla alá, igazad van. Tehát ha átlagot nézzük, vagy egy abszolút értéket nézünk, akkor így néz ki. Csak. Jó? De azt is felrajzolhattam volna, mindegy. Tehát igen, jogos az észrevétel. Oké? Na. Tehát ez van a sebességeknél. És akkor az előbb azt is elmondtam, hogy ahol sok részecske van, akkor összenyomják egymást, tehát nagy a nyomás. Tehát a nyomásra, hogyha ugyanitt az átlagos nyomást rajzolom föl, most direkt nem írok abszolút értéket, mert a nyomás az mindig pozitív, és valami, azt is tudjuk már, hogy valami P0 átlagértéknél körül ingadozik. És na, a nyomásnál az lesz a peremfeltétel, hogy maximális ingadozás. Jó, mégis írok abszolút értéket, mert ugye a nyomás is... Nem írok, bocs. Na, tehát a nyomás, mit csinál a nyomás? A széleken lesz maximális. Oké? Tehát megint... Tehát milyen lesz a nyomásnak? Egy duzzadó helye lesz a szélén. Mind a két szélén. És ez azt jelenti, hogy középen lesz egy csomópontja a nyomásnak. Időbeli átlagban így fog kinézni az egész. És ilyesmiket látunk itt. Tehát amikor álló hullámról beszélünk, akkor több minden hullámzik egyszerre. Több minden hullámzik egyszerre. Fel lehet írni ugyanúgy a sebességet, és ugyanúgy a nyomást, és más a peremfeltétel a két esetben. Tehát a síp, vagy minden olyan test, amiben levegő áramlik, ott mindig az a peremfeltétel, hogy a részecskék sebességének a határon el kell tűnni. Jó? Legalábbis, ez egyébként szigorú értelemben igaz, de hogyha ezt nem hiszük még el, akkor annyit azért mindenképpen elhiszünk, hogy a falra merőleges sebességnek el kell tűnni. Mert a falon nem megy keresztül a részecske, azért fal. Hasonlóképpen lehet olyan, hogy egy hangszernek az egyik vége zárt, és a másik vége nyitott. Vannak ilyen sípok, szépen, sokan. Na most ott a nyitott végen a részecskék nyilván teljes gőzzel áramolhatnak. Tehát
ott az lesz, hogy a sebességnek a nyitott végen duzzadó helye lesz, a zárt végen továbbra is csomópontja lesz a sebességnek. Amit innen meg lehet tanulni, és általánosan igaz, hogy a sebességnek a duzzadó helyei és a nyomás csomópontjai azok mindig együtt járnak. Tehát mindig igaz, ezt ugye már múltkor a vizes kárnál is láttuk, csak ott nem, tulajdonképpen ott is nyomásról beszéltünk, csak nem mondtuk, mert a vízfelszín alakja az tulajdonképpen a folyadékban nyomásként jelenik meg. Ugye, mert minél magasabb a vízoszlop, annál nagyobb a nyomás, tehát a múltkori vizes kárdos esetben is igaz volt ez a szöveg, hogy minél, ugye ott mi történt még egyszer, most tényleg ezt felrajzolom a vizes kárd analógiájával ugyanezt, csak hogy jobban értsük, szerintem ez még mindig szemléletesebb, mint a sík. Tehát itt volt a kád, és lengett benne a víz, és ami kinézett, az így nézett ki. Egyik állapot, másik állapot. Na most én mondom nektek, hogy a nyomás az azzal arányos, hogy milyen magas a vízoszlop. Tehát ezt az egészet úgy is el lehet képzelni, hogy én itt nem a víz alakot rajzoltam le, hanem tulajdonképpen a nyomást, hogy mennyi az alján a nyomás. És ugyanúgy itt is igaz volt, pont emiatt, hogy ők itt mindig kiegyenlítődni akarnak, nyilván vízszintes felé törekszenek, nyilván mindig ott a legnagyobb a sebesség, ahol a legjobban meg van dőlve itt a víz a tetején. Oké? Tehát épp ezért ehhez, hogyha a vízszintes irányú sebességet felrajzoljuk, akkor egy ilyen irányú valami tartozott. Tehát mindig középen volt a legnagyobb a sebesség, tehát itt is igaz az, hogy ahol a nyomásnak duzzadó helye, ahol a nyomásnak duzzadó helye van, ott a sebességnek csomópontja, és fordítva. Ahol a nyomásnak csomópontja van, ugye a csomópont az az a pont, ami végig nem mozdul el, ott a sebességnek duzzadó helye van. Tehát a sebesség pont ott változik a legnagyobbakat, ahol a nyomás egyáltalán nem változik, és fordítva. Ez tehát általánosan igaz, és a síp esetében is így van. Tehát mi van akkor a sípnak a nyitott végén, ott a sebességnek lehet egy duzzadó helye, mert ott aztán semmi nem gátolja a kiáramlást, még az oldalfalak se semmi, tehát ott egyszerűen mehet kifele. Ebből az következik, hogy a nyomás viszont nem ingadozik a kiáratnál, elvileg egy ideális esetben. Ami szintén logikus, végül is, és van még egy eset, a mind a kettő végén nyitott síp. Mind a két végén nyitott síp. Na most, hogyha tegyük föl, hogy amit most itt látunk, ezen az ábrán, az egy mind a két végén nyitott sípot ábrázol, akkor, amik pirossal be vannak húzva, az vajon a sebesség, vagy a nyomás? Mind a két végén nyitva van. Ugye igen? Ja, jó, oké. Minden esetre azt látjuk, hogy az első képen a csomópont az hol van? Középen. Mondjuk az M4-elő 1-es esetben, vagyis az alapmódus esetében. Ez azt jelenti, hogy igen. De ez most fordítva jön ki, ez tulajdonképpen vicces, mert itt most nincs olyan szemléletes jelentése ennek a csomópontnak a sebesség esetében, mint amikor ott van egy fal. Mert azt értjük, hogy ahol fal van, ott a sebességnek el kell tűnnie, de most itt nincs fal, úgyhogy itt nincs ilyen szemléletes jelentés, ezt most a másikból fordítva lehet kitalálni, hogy tudjuk, hogy a kijáratoknál a sebességet nem korlátozza semmi. És ezért, mivel akkor nekik ott lesz maximális ingadozásuk, ezért aztán a kellős közepén viszont nem fog ingadozni a sebesség, ami viszont
Ami viszont azt jelenti ebben az esetben, az előbb elmondottak fényében. Igen. Én sokkal inkább ebből következettem el a vissza. Jó, hát mind a kettő helyes, tehát minden mondani. És még mindig olyan az izé? Nem. Na jó. Rengeteg álló hullám van a világon, eddig minden, amit rajzoltunk, és például amit megint lehet fönt látni, hogy ne felejtsük el az egészet, ezért ezt még egyszer meg van mutatva itt fönt, hogy van a zöld meg a kék hullám, mennek egymással szembe, ugyanolyan hullám, hosszú hullámok, ugyanolyan sebességgel, csak egymással szembe haladnak, és a kettőnek az összegét rajzolja ki a piros, tehát így keletkezik az álló hullám, hogy két ugyanolyan hullám, hogy egymással szembe. És pontosan ez az, amit meg a perem feltételek oldanak meg, hogy itt oda-vissza pattogjanak a hullámok, mert ilyen egyszerű az egész. Na de, ott vannak más képek, a bal alsó kép az olyasmiket mutat, amiről nagyon jópofa YouTube videókat tudtam volna mutatni, de majd akkor belinkelem a blogba. Ezek, de ti is rákereshettek, úgy hívják, hogy kladni tányérok. Ezt úgy hívják, hogy kladni. Hát nem, lehet, hogy nem tányéroknak mondjuk magyarul, nem tudom, hogy hívják, kladni plates. Valószínűleg nem tányérok, de nem tudom, akkor ott mondjuk. Lemezek, nem tudom. Na de itt, ez azt jelenti, de ismert kísérlet, hogy az ember fog fűrészport, és rászórja egy négyzet alakú tányérra, és a négyzet alakú tányért, mit csinál? Rezgeti egy adott periódus idővel, vagy úgy akarom mondani, frekvenciával. És mi fog történni? Ugye itt is rezgetjük azt a valamit. Általában úgy szokták rezgetni, ezek a képek minden esetre úgy készültek, hogy például itt ez a bal felső ábrát, azt szeretném ajánlani például megmutogatás célból, bár az lehet, hogy nem pont egy ilyen peremfeltétel. Itt, amik itt vannak, na ezt úgy szokták csinálni, úgyhogy ez most nem is volt olyan jó, hogy van egy ilyen négyzet alakú tányér, és a közepén van rögzítve, ugye ez egy peremfeltétel, mert neki nem szokott elmozdulnia, és az egészet mondjuk hergelik hangokkal, vagy akármivel, rezegtetik az egészet, és mi alakul ki? Általában olyan a peremfeltétel, hogy a széle azért szabadon lifekhet. Oké? Tehát ez fog itt megadni egy peremfeltételt, és ők alakulnak ki. Onnan tudom, hogy ez egy olyan módon készült, hogy... Ja, és akkor azt nézik, hogy rászólnak fűrészport, és a fűrészpor az nyilván, hogyha a felső piros hullámra nézünk, akkor értjük, hogy tulajdonképpen ezt csinálja három dimenzióban a lemez. Tehát folyamatosan dobálja le magáról a pici fűrészport szemcséket, egy helyen tudnak nyugton maradni a fűrészport szemcsék a csomópontokban, amik nem is pontok lesznek, hanem csomó vonalak. És nyilván nagyon kibővíti a jelenségek tárházát az, hogy most itt két független irányban is van rezgés, és ennek köszönhetően ilyen gyönyörű mintázatok tudnak előállni, mint itt, amiket a bal alsó sarokban látunk. Mindegyik egy-egy különböző frekvenciához tartozik, különböző periódus időhöz tartozik. Na, amit terültek el nekem, fizikus kockolt, hogy van a személyekísérlet. Úgyhogy ezt a minket különböző elvesztettek. Hertlein? Igen. Aha, igen. Meg egy csomó ilyen. De ahogyha a kladni plétszert beírjátok, akkor egy gyönyörű ilyeneket, vagy még ilyeneket láthatok. És ugye most ez piciben úgy néz ki, mint ami a bal felső sarokban látható, csak ezt persze nem látjuk, de ezt úgy kell elképzelni, hogy hogy ez így hullámzik össze-vissza, ez itt az egyik állapota az álló hullámnak, utána lesz a másik, ami fejjel lefelé ugyanígy néz ki. Viszont látjátok, hogy vannak olyan helyek, érezhetően, amik csomó vonalak. Na most kladni tányér, az minden, tehát minden ki tudnak alakulni ilyenek. Most azt érezzük még egyszer, hogy itt sokkal több akkor a lehetőség. Ugye? Mert végtelenszer többféle
lehetőséget lehet csinálni egy ilyen négyzet alakú valamit, mint egy húron például, hogy mit kell itt elképzelni. Most minden jó megoldás. Külön-külön megnézzük, hogy mit csinálnak az oldalak. Mondjuk képzeljük el, most ez egy négyzet alakú hártya, most mondjuk azt a peremfeltételt róljuk ki, melyiket róljuk ki? Hát róljuk ki azt, hogy ez az egész egy dob, jó? Tehát, hogy a szél, tehát, hogy a húrból általánosítsunk, a dob az egy kétdimenziós húr. Minden széle le van kötve. Mondjuk nézzük meg az 1-2 módust, mondjuk így jelölöm, tök mindegy. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az X irányba az alapmódus. Ugye ez azt jelenti, hogy ha oldalról megnézzük a hártyát, akkor az így néz ki. És az erre előleges irányból meg legyen a második módus, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk így ezen állapotok között fog mindenféle jópofa dolgot csinálni. És hát itt, amit ott látunk éppen, az mondjuk pont nem ezt mutatja, az leginkább nekem úgy tűnik, hogy az egy 3-3 módus, de értitek, mit akarok ebből kihozni, tehát akkor itt olyasmi fog történni, hogy hát most ezt nem tudom lerajzolni. Nagyon jó lenne, hogyha tudnék olyanokat rajzolni, mint ott, de nem tudok. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy amit ott látunk a dián, a balfecsesorokban, az nem más, mint a kettő olyannak az összetétele, ami az egyik irányban a harmadik módus, ami tehát így néz ki, és a másik irányban is a harmadik módus. De ez egy speciális eset, hogy ez mind a kettő az hármas, ez nem 1-2, hanem 3-3. Ez egy speciális eset, egyáltalán nem kell, hogy ugyanaz a szám legyen. Tehát, hogyha nagyobb rajz tehetségem lenne, akkor tudnék rajzolni olyat, hogy mit tudom, 1-10, vagy 2-5, vagy akármi. Mindegyik lehetséges, mert ők függetlenek egymástól, tehát minden lehetséges kombináció kijöhet. Ez tehát azt jelenti, hogy a dob egyébként egy sokkal rosszabb hangszer, mint a húros hangszerek, mégpedig azért, mert ugye múltkor megbeszéltük azt, hogy megpendítjük egy húrt, akkor ez azt jelenti, hogy valami ilyen kezdeti hullám alakból indítjuk el, és utána mindig az a probléma, ami meghatározza a hangszint, meg ami tényleg megszólal, hogy ezt a kezdeti alakot, ezt milyen harmonikusokból, milyen súllyal lehet összerakni. Ezt múltkor megbeszéltük, és azt mondtuk, hogy melyik harmonikus, vagy melyik módus, ugyanúgy hívom ezt a kettőzőjén, ezt jelenti, tehát, hogy melyik módus milyen súllyal kell ahhoz, hogy ezt az alakzatot, amit kezdetben adtam neki, kikeverjem, na ez határozza majd meg a hangszint. És itt nyilvánvalóan láthattuk, hogy itt legnagyobb súllyal, mivel hogy ez legjobban erre hasonlítani az alapmódus, ezért leghangosabban mindig az a hang fog megszólalni. Vagyis módus fog megjelenni legnagyobb súllyal a Fourier spektrumában, ami ehhez tartozik. Tehát konkrétan egy A-húr esetében az A-hang. De az összes többi is jelen lesz, és ez adja meg a hangszín. Most mi a helyzet a dobnál? Hát ráütök a dobra valahogy, mondjuk eleve az, hogy hol találom el, és akkor képzeljük el, hogy ugyanezt a problémát kell megoldani, csak most két dimenzióban, tehát azzal, hogy én itt két dimenzióba keltettem egy benyomást a dobon, mondjuk valamelyik pontján, akkor melyik Fourier komponensek fognak megjelenni. És nyilván, mivel hogy itt két független változó van, ezért az, hogy mennyi mindennel küldöm meg ezt a szerencsét, tehát az, hogy én megküldöm őt valahogy, mondjuk egyetlen egy tapütéssel, sokkal nagyobb repertoárból válogathat a hangszer, amikor ki kell hoznia azt, hogy milyen rezgésbe jöjjön ő bele. És emiatt
ott egyáltalán nincs. A dobnál sokkal kevésbé van olyan, hogy megszólal egy konkrét tiszta hang. Ott is van, tehát hogyha szépen egy kerek alakú dobnak ráütök a közepére, akkor tényleg az van, hogy ehhez hasonlóan ott jól belőhető, hogy a membránnak ez a legalapvetőbb. Amiről múltkor volt is egy animáció, egy ilyen membránról, amire azt mondtuk, hogy olyan, mint egy tamburin, vagy micsoda, na az pont ez volt. Tehát ott tényleg lehet az, és akkor ugye néha lehet hallani egy zenei hangot. Üstobokat is lehet hangolni, meg minden. De egy összességében a dob, mint hogy a membránon sokkal többféle hullám alakulhat ki, mint egy húron. És sokkal több, és a két irány az független egymástól. Bármit bármivel össze lehet kombinálni. Ezért aztán nem annyira jó zenei hangszer a dob. Tehát ezért van az, hogy a hangszerek tulajdonképpen mindig inkább hosszúak. Vagy a hangszereknek a hangkeltő részei, azok mindig inkább hosszúak, mint nem. Vagy ha mégse így van, akkor az egy rossz hangszer. Mert nem lehet vele szép hangot adni. Na már most a hangszerek, például itten gitárokról látunk több képet. Itt ugye a hangot a húr kelti, ez világos, na de utána mi történik? Mert eddig csak a húrról beszéltünk, de ha a gitár, az, ugye láttál elektromos gitárt, azt láttatok már, tehát annak önmagában a szép zenei hangja van, de nem nagy. Tehát a húrnak összességében nincs túl nagy hangja. Ezt fel kell erősíteni, és ez elvezet minket a rezonancia témaköréhez. Tudni illik, mindazt, amit eddig elmondtunk az álló hullámokról, azt egy kicsit máshogy is megfogalmazhatjuk. Pontosan, amit a hangszerekből tanultunk az alapján. Tehát azt mondtuk, hogy tulajdonképpen majdnem bárhogy pendítem meg azt a szerencsétlen húrt, mindig legnagyobb súly, majdnem mindig, tehát az nagyon egyébként kell meg ne, mondjuk lefogom az ujjammal valahol, vagy ilyesmit, ugye a gitározás az tulajdonképpen erről szól, hogy a húrnak a hosszát folyamatosan változtatom. A kezemmel. Tehát, az, hogy mekkora neki a hossza, az gyakorlatilag egyértelműen meghatároz egy bizonyos hangot. Vagy frekvenciát, más szóval. Úgy is mondhatjuk, hogy saját frekvenciát, vagy saját módust. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek a 1 méter hosszú húrnak ez a saját frekvenciája, ezen a hangon szól. Ez elvezet a rezonancia témaköréhez. Mert ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen neki az a természetes reakciója egy valamiféle zajra, ami őt meglöködi, hogy ilyen módon reagál rá. Mert mit tudom, én véletlenül nekidobok egy labdát, akkor az ezen a hangon fog megszólalni, mert így rezgésbe jön. Oké, van neki egy ilyenje, egy saját frekvenciája, saját alapmódusa. Most képzeljük el, mi történik akkor, hogyha a saját frekvenciáját küldöm meg kívülről. Ez lesz a rezonancia. Amikor valamilyen módon olyan periódus időben rezegtetem a szerencsétlent, ami megegyezik azzal, ami az ő saját módusához tartozó periódus idő. Mi történik akkor? Hát ez a kislány esete. Tehát mi történik ott? Van egy hinta. A hintának a hosszából egyértelműen kijön az, hogy van neki egy periódus ideje. Ez egészen konkrétan úgy függ össze hosszával, hogy arányos a G, a gravitációgyorsulás per a kötél hossza gyökével. De ez most lényegtelen. Tehát ez azt jelenti, hogy ha elengedem a hintát, akkor annak lesz egy saját periódus ideje. Hogyha én kívülről meglögdösöm a kislányt pont ezzel a periódus idővel, akkor tudjuk, mi fog történni, egyre magasabbra fog felrepülni. Ez egy rezonancia jelenség, ugyanis minden olyan jelenséget hívunk rezonanciának,
amikor valamit kívülről olyan frekvenciájú, azaz periódus idejű, azaz hullámhosszú, stb. Gerjesztéssel küldünk meg, ami az ő saját módusának megfelel. És ilyenkor erősítés lép föl. Hogyha nem lenne csillapítás, tehát hogyha a kislány hintája nem súrlódna, akkor minden lökésnél egyre messzebbre, egyre nagyobbra repülne el, és gyűjteni a lökéseket, tehát végtelen nagy erősítés lenne, végtelenül durván kirepülne a kislány és elrepülne. Valóság persze nem így működik, több okból sem, egyrészt például már van csillapítás, de ennek ellenére igaz, hogy lehet rezonanciát csinálni, tehát én persze a kislány esetében tudatosan lögdösöm, tehát én választom, de nem kell, hogy azért ilyen tudatos módon csináljak rezonanciát. Például, azt biztos múltkor volt arról egy kép, amikor egy eltörő poharat láttatok. Most nagyon jó YouTube videókat lehetne erről is nézni, de mi történt ott? Ugye megkoccantunk egy poharat, akkor halljuk, hogy annak van egy hangja. Ez az ő saját frekvenciája. Azt is tudjuk, hogy ahogy ezt a húr esetében is elmondtuk, vagy az előbb például most mondtam, hogy a húr hosszának a változtatásával lehet változtatni azt, hogy mi a frekvencia, amit az ember gitározás közben csinál. Ugyanígy, hogyha a pohárba különböző szintre töltjük a vizet, akkor máshogy szól. Régen volt például a Móricon egy bácsi, aki nagyon szép zeneszámokat tudott játszani különböző üvegekbe, amik több ugyanolyan voltak, csak különböző minőség volt benne feltöltve a víz. Ő olyankor a peremfeltételt mahinálja, tehát nem annyira mozoghat szabadon az üveg, hogyha alatt a vízzel fel van töltve, és ezért aztán máshogy jön rezgésbe a benne levő levegő is, meg minden. Tehát ott ugye egy falat képez azzal, hogy feltölti vízzel. Na, szóval ezt csinálta ő, és ugyanerről lehetne látni videókat, hogy van egy pohár, és felvesszük azt a hangot, hogy megkoccintjuk, és visszasugározzuk neki, és el fog törni a pohár, szét fog repedni, mert rezgésbe jön, de a pohárnak nincsenek olyan jó tulajdon. Ja, hát akkor egy húrt is el lehet szakítani. Tehát én még soha nem láttam olyat, hogy egy húr annyira majd rezonanciába jött volna, hogy elszakadt volna, de mert a húr az egy rugalmas valami, nem azért szokott elszakadni, mert annyira nagyon nagy az összhang, hanem mindenféle mások. De a pohár esetében úgy konkrétan az történik, hogy először azt látjuk, hogy a pohár az frankon elkezd hullámozni. Tehát már szemmel látható mértékre felnőnek az amplitúdók, ugye a kilengések, mint a kislánynak a kirendülései. Így konkrétan lehet látni, hogy ilyeneket csinál a pohár, de hát ő nem annyira rugalmas, szóval egy idő után azért eltörik. Ezt rezonancia katasztrófának lehet egy kicsit hatásvadász kifejezéssel élve hívni, de tényleg ez a neve, rezonancia katasztrófák történnek. Na, majd erre láttunk példát. Most visszatérve az előző ábrához, akkor megint itt a gitár esete. És most már megértjük a húrt, azt eddig is értettük, hogy mire kell, de most már hirtelen akkor lehet érteni a gitárnak a többi részét is. Tudnélik, ez az egész fából készült test, ez maga is egy és a benne levő levegő, hasonlóképpen a sípokhoz, meg mindenféle ízéhez, ez egy rezonátor. Tehát itt két dolog is van, megpendíti a csóka a gitárt. És ennek következtében a gitár teste rezgésbe jön. Kialakulnak ott is a gitár testére jellemzően lóhullámok, amiket négyzet alakú lapokra már láttunk, azok voltak a klarinétányérok, de hát a gitár az nem négyzet alakú. Itt látható néhány nagyon jó pofa kis felvétel arról, hogy milyennek a hullámok, amik kialakulnak a gitáron. Ez valami interferencia kép segítségével sikerült előállítani. Itt is, amit a fekete valamik kirajzolnak, azok a tulajdonképpen a csomóvonalszerűségek. Tehát ezek igazi képek igazi gitárról.
nyilván különböző húrokat pendítget itt a képeken, ABCD, hát lehet, hogy az ABCD húró, de nem tudom, miket mondhatok éppen. Gőzöm is, hogy mit jelent az ABCD ebben a kontextusban, de tény, hogy különböző módusokat lehet itt is látni. Hát persze itt nagyon nem triviálisak a peremfeltételek, tehát most én ezt nem erősen figyelmeztetem, hogy ez miért ilyen. Például ugye azt itt látni vélem, hogy itt valószínűleg a gitár belsejében itt van valami fa rudazat, vagy valami ilyesmi például. És az ugye szintén gátolja azt, hogy mi hogy mozoghat, meg ilyesmi, de tény, hogy ilyen álló hullámok alakulnak ki a gitár előlapján. Itt ezeket mutatja ez is, ezek az ábrák, ezek azt mutatják, hogy különböző frekvenciájú különböző frekvenciával rázva ezt a gitár előlapot, milyen a hullámok alakulnak ki. Nincs annyira szépen megrajzolva, de itt a izék vannak, a csomóvonalak vannak lerajzolva. Hát, most ha nagyon akarnám, akkor esetleg talán mondhatnám, hogy mondjuk itt ez a 478 Hz-es valami az, ami leginkább, de ezek közül leginkább hasonlít mondjuk erre itt, a D-jelőre. Hát ez nagy jó indulat kell hozzá, de hasonló mintázatok minden esetre. Ez egy bonyolult dolog, baromira nem triviális peremfeltétel, eleve ez egy ilyen alakú valami. Tehát azt számolja ki, akinek két anyja van. Nehéz. De az R-bet kell érteni, hogy itt van ez a Fed lap, ami szintén különbözőképpen rezgésbe tud jönni. És ráadásul ugye nem csak egy Fed lap van, hanem ott belül is van egy ilyen doboz, tehát a gitár az egy doboz, ami pedig az elmondottak a fényében, amit mondtuk például a minden oldalról zárt, hogy egyik végén nyitott, másik oldalt zárt sípnak egy nagyon eldurvult esett a gitár, és persze, ott is rengetegféle módus jelentett meg, mert az ugye háromdimenziós. Tehát képzeljük, hogy itt a kétdimenziós esetben mennyi módus jelenhetett meg, ugye ezek a képek, amik itt vannak, ez mind kétdimenziós, amiket mutatnak. Hát a gitár teste belül, abban a levegő, az még egy háromdimenziós valami. Tehát nagyon nem triviális, hogy milyen erősítések tudnak megjelenni, de egy biztos, egyet azért rögtön érzünk, és ez igaz mindenre, amit eddig elmondtunk, hogy hát az alapmódus tulajdonképpen egy annak a hullám hossza, annak a hullámnak a hossza, ami meg tudja kelteni azt a rezgést egy ilyen rezonátorban, egy rezonátor üvegben, annak a hullám hossza az alapmódus esetében is az nem lehet nagyobb, mint a mérete az egésznek sokkal. Oké? Tehát mondjuk egyszer-kétszer akkora lehet maximum, attól függ, hogy milyen a peremfeltétel. De ezért van az, hogy minél nagyobb hangszer van, annál mélyebben tud szólni, annál mélyebben tud rezonálni, mert annál nagyobb hullámhosszak férnek bele. Ezért van a kisgyereknek magasabb hangja, mint a nagy gyereknek, és ezért van a hegedűnek magasabb hangja, mint a nagy bőgőnek. Egyrészt ugye, mert a húrok is rövidebbek, arra is ugyanígy igaz ugyanez, másrészt a rezonátor üregek is kisebbek az egyik esetben. Na, például ennek a kislánynak nagyon magas hangja lenne, hogyha nagyon megrezonáltatnánk a gitárban, és erre repülnek. A rezonancia egy ilyen dolog tehát, na ez egy nagyon komoly ábra, de ezt inkább akkor nézzük meg a kislány esetében, vagy akármilyen esetében. Nézzük a kislányt, hogy most én már nem is tudom, szerintem lesz, hogy elfogyott konkrétan ez a réta. Ja, hogy itt akkor elkiszolnak. Jó, tehát mondjuk a kislánynak ugye omegával jelöli, nem kell megérni, most amit ők omegával jelölnek, az kb. Egy két pi-s szorzó erejéig, az tök ugyanaz, mint amit mi F-fel jelölünk, tehát mondjuk az, hogy a frekvencia, jó? Tehát a frekvencia
az ugye tudjuk mi az a periódus időnek a recicsoka. Most a kislány esetében a kislány leng a hintával, és van neki egy periódus ideje, hogy ő így leng. Egy T. Periódus ideje, tehát ehhez tartozik egy F frekvencia. Ami ugye így néz ki. Én pedig egy másik frekvenciával, mondjuk ezen a kislány, mondjuk jelöljük K betűvel, K indexet a frekvenciára, jelöljük kislány frekvenciája, és van a lökésnek a frekvenciája, ami egy másik szám. Ez azt jelenti, hogy én nem nézem a kislányt, hanem mondjuk vak vagyok, egy vak ember, de még hogy tulajdonképpen nem is ember vagyok, hanem egy gép, jó, mert emberrel ezt egyszerűen nem lehet elmondani. Mert az ember az annyira visszacsatol, tehát az ember látja, hogy jön a kislány, és akkor löki meg. Most képzeljünk el egy nagyon buta gépet, amit az usta szülők arra állítanak üzembe, hogy a kislány jöntösse. Ő, de ennek semmi inputja nincs ennek a gépnek, tehát nem tudja megítélni, hogy hogyan leng a hinta, és elkezdi különböző frekvenciákkal lökni, és nézi a kislány, és mi meg kívülről mérjük az amplitúdóját a kislánynak, tehát hogy meddig lendül föl. De a kislány az nem csinál semmit, ő is teljesen passzív, vagy oda van kötve, tehát nem ismeri a trükköket, hogy a lábát lóbálni kell, vagy ilyesmi. Mondjuk talán nincs is benne akkor a kislány, nem tudom. Na, és a következő történik. Mérjük, hogy az én a kislány frekvenciája az egy konstans. Azt hívjuk, hogy ez a rendszer saját frekvenciája, és én meg lököm előre meghatározott frekvenciával. Nézzük meg, hogy mi történik. Lököm, hát a kislány néha véletlenül eltalálom, tehát néha lökök rajta egyet, hogyha löktem rajta egyet, akkor ő elkezd a saját frekvenciájába egy ideig lezegni, aztán néha meglökök rajta még egyet, meg ilyenek. Tehát előbb az, hogy lököm, ütögetem valamilyen frekvenciával, és ő lent valamilyen frekvenciával, hát néha azért összetalálkozunk. Néha azért összetalálkozik a kezem a hintával, úgyhogy valamekkora erősítést mindenképpen fogok érni azzal, hogy ott valamilyen frekvenciában löködöm. De nem lesz igazi a dolog, egészen addig, amíg el nem érem azt, hogy itt a frekvenciát mérjük, hogy az én löködésem frekvenciája megjegyzik, a kislány frekvenciája van. Akkor van jó világ. Akkor mi történik? Mindig, amikor föllendül a kislány, mindig éppen akkor lökök rajta egyet. És mindig, és minden lökéskor adom neki az energiát, ami azt jelenti, hogy végül is, hogyha ezt sokáig csináljuk, akkor ez azt jelenti, hogy ha nem lenne súrlódás, akkor semmi sem szabna határt annak, hogy a kislány elrepüljön a francba. De van súrlódás. Ezért ebben az esetben a kislány amplitúdója nő, de soha nem száll el a végtelenbe. Mindig van ennek egy teteje. És aztán amikor nagyobb frekvenciákkal löködöm, tehát olyanokkal, amik már nagyobbak, mint a kislány frekvenciái, akkor megint az történik, mint az elején. Ez egy tipikus rezonancia görbe nevű valami. Rengeteg helyen van a világban rezonancia, és így néz ki. Ez a jellege, ez nem egy Gauss egyébként, hanem úgy nevezik Lorentz görbe, ha valakit érdekel. De az a lényeg, hogy azt akarom megmutatni, hogy itt látható, hogy a rezonancia frekvencia közelében már mindig van valamekkora erősítés, nem kell pont annyinak lenni. Tehát ha már majdnem akkora frekvenciával lökdös van a kislány, mint az ő saját rezgés, az is segít. Az is segít, de igazán maximális erősítést akkor lehet elérni, hogyha pont azzal a frekvenciával lökdös van, amivel a rendszer maga rezegne. És itt tudnak bekövetkezni az ilyen rezonancia katasztrófák, amit mondjuk a pohár esetében mondta, amikor szétrobban a pohár. Ilyen rezonancia görbékkel látunk itt, de... és itt meg ilyen rezonancia katasztrófákkal a példát, ott a pohár, amit mutattam,
és a jobb alsó az meg a Tacoma Narrow Bridge. Tacoma Narrows Bridge 1940-ben, azt hiszem akkor. Mert egy nagyon érdekes dolog, és ez át is vezet majd minket a következő témánkra. Mert itt egy hidat látunk nagyon nem szokásos módon, de láttátok már erről a videókat? Hogy... hát majd megnézd, oké, hogyha nem lát, Alexa, te nem láttál ilyet? Biztos láttam régen valamikor. De nagyon durván néz ki, a színes felvételek is már pont vannak, meg minden, tehát nagyon jó pofa. Hát jó pofa. De az történik, hogy hogy a híd rezonanciába jön, na majd ezt mindjárt megveszik, hogy hogyan jön a rezonanciába a híd, és elkezd hullámzani, amit itt ez látszik, tehát ez nem az, hogy most mindjárt leszakadt, hanem ez itt órákig hullámzott, miközben autók meg minden voltak rajta. Ha nézzétek a videót, akkor ajánlom figyelmetekbe, hogy tök jó, ritkán lát az ember olyan álló hullámot, hogy a csomóvonal föl van festve, konkrétan a záróvonal a híd közepén, és tök jó látni, hogy ott a híd az nem tér ki abban az irányban semmit, de ott szépen, mint egy szalag, hát úgy hullámzik, többenetes, de aztán nem bírja persze sokáig, és ott is bekövetkezik a rezonancia katasztrófa, ezért aztán leszakadt a híd. Azóta újraépítették, de ezt követte rengeteg vicces szabály, amit azóta hoztak meg, például azóta van tiltva a katonáknak, hogy átmeneteljenek a hídon. Mert hogy mi van akkor, hogyha pont abban a tartományában lépkednek, ami a saját frekvenciája lenne a hídnak. És ez mitől indult be? Na ez a vicc, hogy na mitől indult be? Mert eddig löködésről beszéltünk, mint hogy én lögdöstem a kislányt, vagy visszasugároztuk a hangot a pohárra, és akkor a hang is maga egy periódikus jel, tehát egy hang, egy hullám. Ugyanígy a gitár, amikor saját magával rezonál, tehát amikor a gitár húrra felerősíti az a nagy test, ami ilyen vicces formákban tud rezonanciába jönni, ugye? Na az is egy olyan, amikor már maga a gerjesztés is periódikus volt. De mondhatnám, hogy a Tacoma Narrow hídnál az volt, hogy a szél olyan pont olyan frekvenciával jöttek széllökések, de ez nem igaz. Nem ez történt, mert a szél az sohasem úgy fúj, hogy... És kérdés, hogy akkor mi? És ez nagyon fontos, hogy végre tanulunk valami újat, mert eddig mindig azt mondtam folyamatosan, hogy hullámot mindig rezgő mozgással gerjesztünk, oké? De egy csomó olyan dolog van a világban, amikor úgy tudunk rezgőmozgást kelteni, hogy igazából amiben megy, az csak egy egyenletes áramlás. És a hangképző szervezetben is nagyon fontos. De itt is a Tacoma Narrow híd esetében is nagyon fontos, és a választ egyébként, hogy ebben az épületben is dolgozó ember adta meg, a Kármán Tódor, aki egy fizikus volt, itt született a Szent Királyi utcában, a Traffordba járt Vigibe, amit akkor még nem Traffordnak hittak, hanem mint a gimnáziumnak, és az apukája alapította a Kármánból, és aztán még miniszterre is kinevezték a tanácsköztársaság idején, pedig nem volt egy nagy komcsi, csak annyira elismerték az teljesítményét, de utána ez nem vette ki jól magát, meg egyébként is nem akart itt maradni sokáig, mert aztán meg kezdett el durulni a helyzet, úgyhogy ő aztán ugye Berlinben tanult, és utána meg kiment Amerikába, ahol hát az áramlást annak az egyik atya lett. Sugárhajt. Ja, egyébként ő volt az első helikopternek is a főkonstruktőre, meg az osztrák-magyar monarchiának az első világháborúban a monarchiának a tisztjeként. Bécs mellett reptették az első helikoptert, a KPZ-fél helikoptert, abból ő a K nem. És aztán kiment Amerikába, a sugárhajtás meg ilyen dolgok elképzelhetetlenek lennének nélküle. Azért a múltkor beszéltük, hogy a hanghatár áttörése, na abban is nem szerepe volt. Na ő pont kint volt, amikor történt ez a Tacoma Narrow szerencsétlenség a 40-es évek elején. Úgy kérdezték, hogy itt mi történt, és a választ meg is adta, és a választ röviden mutatja az a valami, ami ott fönt megy, az a kis illusztráció, ami baromira nem a Tacoma Narrow híd, hanem egy henger,
hogyha az az áramlás elér egy bizonyos kritikus sebességet, akkor a henger jobb és a bal oldaláról felváltva ilyen örvények válnak le. Ezt lehet itt látni, és ezt majd részletesebben elmondjuk, csak most ez úgy ízelítő, hogy örvények válnak le jobbra-balra párhuzamosan, egy egyenletes áramlásban van benne a henger, és ami kijön, az egy periodikus mozgás, amit a sebesség határoz meg, hogy ez milyen gyorsan történik ezek az örvények leválása, vagy hogy egyáltalán megtörténik-e. Ez egy szép példa arra, és majd erre rá fogok menni, mert én ezeket nagyon szeretem, hogy példák olyan esetekre, amikor úgy hozunk létre periodikus mozgást, hogy amit beküldünk, az nem periodikus mozgás, hanem egyenletes mozgás. Erre egy példa a Kármán örvénysor, amit itt látunk. Egy másik, és több példa is vesz fel. Ennek van fonetikai jelentősége is, mert persze, mert például amikor például fingok, vagy azt csinálom, hogy akkor nem azt csinálom, hogy én ilyen gyorsan tudom mozgatni. De azért mondtam a fingást, mert mondtad a többszörös felpattanások kapcsán, hogy ott az nem tisztázott, hogy azt mondjuk az agyukkal csináljuk-e vagy sem, de az biztos, hogy nem az agyukkal csináljuk. Tehát ott is mi történik? Jön ki egy egyenletes légáramlat, és az én szám az mégis azt reagálja rá, hogy ami egy periodikus valami. És ezek nagyon érdekes dolgok és hasznosak. Na, ezekre az egyik példa ez a Kármán-Örvénysor. Nem ez történik a szájban, ott más történik, majd erről is beszélek, csak nem ma. Na, szóval ez a távoli motiváció. De ez hozta rejzgésbe a Takumanero hidat, mert most képzeljük el, hogy ott nem az a henger van, hanem a hídnak a keresztmetszete, és fúj a szél, és hogyha a szél pont olyan sebességgel fúj, hogy ezek az örvények jobbra, vagyis fönt meg lent a hídról, olyan ütemben válnak le, hogy az pont meggerjeszti a megfelelő periódus idejét a hídnak, hát akkor sajnos nem történik, amit az előző képekkel láttunk. És lehet kivédeni? Úgy lehet kivédeni, hogy szerelnek a híd mellé, külön ilyen hengereket még elé. Aha. És akkor ott... Elé? Hát mind a két oldalára. Hát mitől, mikor már ott így szép. Itt van a kár, tehát ez egy kis adat, amivel le lehet játszani ugyanezt. Na itt van, tehát ez a Takumanero Bridge-nek egy nagyon lebutított modellje, amit itt látunk. Ott egy hajszárító szerűség, egy ventilátor, és ott van két rugó, és a kettő közé felkötünk egy ilyen pici golyót. Ugye ott van rugók vannak, a rugó az ugyanolyan, mint a hintázó kislány, tehát van neki egy saját frekvenciája, vagy ha úgy tetszik, saját módusa. Tehát, hogyha semmit nem csinálok a kis golyóval, csak megpöccintem, akkor van egy jellemző periódus idő, amivel az fölle fog rezegni, amíg le nem csillapszik. És itt állítgathatjuk ott a ventilátorral, hogy milyen sebességgel fújunk őre. És lesz olyan sebesség, aminél pont az a frekvencia lesz, hogy ugye alul is leszakad, fölül is leszakad egy örvény, ugyanúgy, mint ahogy előbb láttuk, és az pont meg fog egyezni a rugónak a saját repésével, és akkor nagyon durván magától rezgésbe jön a hídgolyó. Hogy ezt tényleg megcsinálta valaki, vagy egy gondolatkísérlet, ezt nem tudom. Alul látunk képeket, de ennél látunk jobb képeket is mindjárt. Mi történik ilyen esetekben? Hogyha lassú az áramlás, akkor mondjuk egy most a golyóval is mondhatnám, de most beszélek inkább egy hengerről. Igazából tök mindegy. Csak minden, amit itt mutogatni fogok, azok ilyen kétdimenziós áramlási képek. És a golyó az meg ugye háromdimenziós, de mondjuk a henger az olyan értelemben kétdimenziós, hogy eltolásra invariáns. Értitek? Na, tehát... Egyenes a fal. Ja. Igen. Tehát, hogyha fölülről ránézzük a henger, akkor ez történik. Hogyha kicsik a sebessége, akkor az áramlás, az azt csinálja, mint a bal felső sarokban, szépen elkerüli a hengert, semmi érdekes nem történik. Na most mi? Vagyis hát ilyen szépen körül megy, hát érdekesnek érdekes, csak semmi brutálisnak történik, mondhatni. Mi történik vele? Itt egy henger, itt jön az áramlás. Itt
ezen a ponton ide jön az áramlás, de itt akkor mi történik, itt nem tud tovább menni, felgyülemlenek a dolgok, meg ilyesmi, tehát itt maximális lesz a nyomás. Hasonlóképpen, ugye mi történik, látjuk, hogy azt történik, hogy majd így körbe fogják folyni, és itt újra összefutnak, tehát akkor az ellenkező ponton is nagy lesz a nyomás. Tehát ezekben mondjuk az A és a B pontokban nagy lesz a nyomás. Itt meg, mondjuk a C és a D pontban, itt meg nagy lesz a sebesség. Ugye azt már más kvázi megszoktuk, hogy a sebesség meg a nyomás azok mindig így egymás ellen dolgoznak, hogy erről beszélgettünk még sokat. Tehát itt olyan gyors a sebessége, hogy ebből ilyen nincs. Olyan nagy a sebessége, vagy olyan gyors, hogy ha itt van a részecske a C pont környékén, akkor annak ellenére, hogy B pontban nagyobb a nyomás, oda tud menni elvileg. Legalábbis ebben a sebességtartományban ez így igaz. Még picik a sebességek, az azt jelenti, hogy a nyomások is picik, és ilyenkor szépen ez tud történni, hogy a C pontból gyakorlatilag a B-be el tud jutni a részecske. Ez lenne akkor, mikor lenne ez, hogyha nem lenne surlódás. Ha nem lenne veszteség áramlás közben, akkor az energia megmaradás miatt a részecskének az itteni nagy sebessége, az kötelező lenne, hogy az elvigye őt a B pontba, hogyha egyszer abból indult. De ilyen nyomásból jött, és ilyen nyomásból vissza is megy. Csak az történik, hogy itt a nyomásból származó energiát tulajdonképpen egy ideig sebességre cserélte, tehát gyorsan ment, aztán visszacseréli. Ez nem változtat elvileg semmi. Na, de van surlódás is a rendszerben. Úgyhogy ezért a dolgok egy kicsit máshogy alakulnak. Igen. Miért kell visszatérnie? Nem kell feltétlenül visszatérnie. Tulajdonképpen ez is egy peremfeltételszerű dolog, hogyha nincs surlódás a folyadékban, amit nem létezik persze, de tegyük föl, elég sok esetben ez egy tök jó közelítés, akkor tehát a részecske magától egyenesen menne, csak ott a henger. Itt hirtelen az a peremfeltétel lesz, ami azt mondja meg neki, hogy a fallal párhuzamosan kell mennie. Mert a fallal párhuzamosan kell mennie, ezért ide fog jutni. Azért kell neki a fallal párhuzamosan mennie, mert ő igazad van, ő neki szabadságában állna elmenni erre, de közben ne feledkezzünk a többi folyadék részecskékről, amik, mint ahogy ott az ábra is mutatja, mennek erre. Aha. Tehát ők azt mondják, hogy itt neked nincs hely. Tulajdonképpen, meg hát, tehát az áramlásnak körül kell folyni a hengert, tulajdonképpen csak ennyi. No. Bekapcsoljuk a surlódást, és akkor előfordulhat egy olyan eset, hogy a részecske így jön innen, de már nem tud eljutni B pontba, mert előbb lecsökken a sebesség a surlódás miatt, mint hogy ugye oda tudna jönni. Plusz még a B pontban nagyobb a nyomás, és ezért a részecske visszafordul. Ilyesmik tudnak kialakulni. És hogyha visszafordul, akkor visszajut arra a régióba, ahol viszont megint nagyobb a sebesség, és akkor itt kialakul egy pici örvényke. És ugyanígy a túloldalon is. Most ezt látjuk ott a második képen, egy ilyen esetet. Ezek az örvények nem szakadnak még le. Tehát még miért szakadnának le? Ők ide vannak ragadva gyakorlatilag ehhez. Hol látunk ilyet? A hidak lábánál. Hogyha, vagy mi ez, mi az? A pillérénél. Ez nem? De. Hogyha ott lenézünk, akkor látunk ilyeneket. Ezek az örvények, ezek tehát amiatt jelennek meg, mert a folyadékban van surlódás. Belső surlódás, úgynevezett viszkozitás van benne. Oké?
ez történik. Hogyha növeljük a sebességet, na akkor történik ez, amit láttunk az előbb is. Tehát megnöveltük a sebességet, akkor már az áramlás ezeket az örvényeket elviszi. És az már egy nagyon érdekes dolog, és nagyon messze túlhaladja ennek a kurzusnak a kereteit, hogy miért, de a Kármán megmutatta, hogy ezek párosával szakadnak le ezek az örvények, tehát egyszer leszakad a bal, aztán a jobb, aztán a bal, aztán a jobb. Nagyon szép dolgok vannak ott abul. Ugye látjátok föl ezt a von Kármán Vortex Train, vagy Kármán örvény vonat, vagy nem tudom, hogy lehet ezt, hogy hívják magyarul. De azt szeretném mutatni, hogy ez a szépetben, hogy minden méretskálán találunk ilyet. A bal alsó sarok az egy műholdas felvétel. Mindegy, de látjátok, nem? Mi történhet ott? Az van, hogy vannak légáramlatok, és a légáramlatok útjába belekerül egy sziget. Az lesz a kis henger. És a felhők meg, mint egy jelzőfestékként kirajzolják a légáramlatot. És azt látjuk, hogy itt kialakul egy Kármán-féle örvénysor. Ez az örvénysor, ez a magyar kérdés. Kármán-féle örvénysor kialakul a sziget mögött. A sziget ez valahol ott van. Látjátok a szigetet? Itt van. Itt van, és erre fúj a szél, és a szigetről gyönyörű Kármán-örvények szakadnak le. Ezek ilyen több száz kilométeres Kármán kell elképzelni. Marha jól néz ki. De ugyanez piciben, hát ezért lobog a zászló. Most nem, semmi izé nincs, hogy ez pont egy kanadai zászló lett, semmi üzenete nincs ennek konkrétan, de a zászló is pont ezért lobog, ugye fölülről mi történik? A zászlórud az egy henger. Jön a szél, leválnak a Kármán örvények jobbra-balra, és ettől lobog a zászló. A szájírat nem a nyelvet lehet értelmezni hengert? A nyelvet? Hát lehet, minden lehet, de igazából a szájüregnek a Reynolds szám, na mondjuk, bocs, olyan élet mondtam, hogy nem tudom. Nem hinném, hogy ott ez jelentkezik pont a szájüregben szerintem. Oké? Ezek vannak. Ez történik akkor, hogyha még tovább növeljük a sebességet, ez a turbulencia. Na ilyen van. A szájüregben is, ez tudja. Tehát a Kármán örvénysorok sem maradnak még minden sebességi szintig, hanem az történik egy idő után, hogy már megszűnik a struktúra, teljesen rendezetlen össze-vissza lesz az egész, megjósolhatatlan, és hát ilyen, mint amit itt láttunk. Tehát az eddigi szép rendezett képekhez képest ezt hívják úgy, hogy turbulens áramlás. Térjünk vissza gondolatban ahhoz, amit az előbb láttunk egy picit, hogy milyen érdekes, hogy az áramlások jellege, az lehet, hogy még a nyelvben is, nem tudom, de például itt pont ugyanolyan egy ilyen pici henger mögött, mint a sziget mögött, vagy az ászlónál. Ezek az áramlások hasonlók egymáshoz, ugyanolyanok tudnak lenni alakilag, annak ellenére, hogy teljesen más méretskálán találkozunk velük, sőt, teljesen más sebességek esetében találkozunk velük akár. Egy Reynolds nevű fizikus megmutatta, hogy két áramlás hasonló tud lenni akkor, hogyha az áramlás szempontjából fontos három mennyiségnek a dimenzió nélküli, tehát mértékegység nélküli aránya ugyanolyan. Ezt Reynolds számnak hívjuk, erre jelöljük, és a következőként definiáljuk, mondjuk legyen V az áramlásnak a jellemző sebessége, D a kis az áramlásnak a jellemző mérete, mondjuk a henger átmérője például az esetünkben, és legyen mű
közegnek az úgynevezett kinematikai viszkozitása. Ez a Reynolds szám. És ő a sebesség, ő meg itt a méret, a D-vel jelöltem méreskálát, ő meg itt a, hát mondjuk azt, hogy viszkozítás. Teljes nevén kinematikai viszkozítás, de ez most nagyon érdekes. Ez a közeg belső súrlódására jellemző szám, ez az, ami a méznek nagy, és a víznek mondjuk kicsi. Összefügg a sűrűséggel, igazából nem pont ugyanaz. Tehát például nem vagy, tehát most az, hogy a méz az lehet, hogy tényleg lesüllyed a víz alá, de nem kell, tehát attól, hogy nagyobb legyen a sűrűsége, tehát az most a lesüllyed, valaminek nagyobb a sűrűsége, valaminek a lesüllyed alá. De ez nem kell, hogy feltétlenül összefüggjön a vízkozítással, az a belső súrlódás. Tehát el tudok képzelni, mit tudom én, olyan mézet, ami nem süllyed a víz alá, de attól meg ugyanolyan magadós. Ugyanolyan nehéz benne úszni, ez az. Tehát azt definiálja a viszkozítás, hogy milyen nehéz az adott közegben úszni. És a Reynolds szám, hogyha a Reynolds szám a két áramlásnak hasonló, vagy ugyanannyi, akkor azok az áramlások hasonlók hidrodinamikai értelemben. Ugye ez egyrészt persze feltételezi a geometriai hasonlóságot, de ez nem elég. Szélcsatornák például, ugye? Ez tipikusan ilyen. Geometriailag hasonló az autó. Ja, tehát, hogy itt egy pici autót látunk a képen. Nem egy igazi méretű autót, hanem egy pici méretű autót látunk. Na látjátok, ő egyébként nem a kinematikai viszkozítással írja a Reynolds számot, hanem a sima viszkozítással. Akkor így néz ki, de most így, most én ezt így megfelelődik. Ebből rögtön persze okosabbat kihozassák, hogy bármi legyen, bármit is jelentsen ez, de miért erről műterről. De mindegy, szóval ez nem így, ez ugyanaz, csak azt akartam mutatni. Tehát a sűrűség van. Na hát akkor mindig csak az van egy persze. Tehát egyenes. Csak látod, ez a kinematikai viszkozitás az úgy van definiálva, hogy a viszkozitás osztva a sűrűséggel. De ezek független paraméterek, ezért mondom, hogy persze függ tőle. Én csak úgy próbáltam meg megérteni a viszkozitást, hogy valami szoros összefüggésben a sűrűséggel. Igen, tehát magának a viszkozitásnak nincs összefüggés a sűrűséggel, mert ugye igen, ez a mű igazából. Ez a kinematikai viszkozitás ennek van, mert ez úgy van definiálva, hogy a viszkozitást elosztom a sűrűséggel. Tehát igen, ennek persze van köze a sűrűséghez, csak nem olyan direktben, mint ahogy hinnénk. Mert el tudok képzelni valamit, ami olyan sűrű, mint a méz, de ennek ellenére jobban lehet benne úszni. Tehát ezek ilyen molekuláris dolgokról tolnak, mindenféle hülyeségtől függenek. Például az üveg, ami az ablakban van, az egy folyadék, csak nagyon lassan folyik. Jó? Tehát az nem egy kristályrács, mint mondjuk a jég, az egy szép szilárdanyag, vagy a fém. Nézd, két kristályrácsban szépen szabadosan helyezkednek el molekulák. Az üveg, az például egy iszonyatosan viszkózus valami. Annyi, hogy több ezer évig tartana, de ezek így gyakorlatilag itt folynak itt az ablak kereteiben. Csak ezt nem látjuk. De például ilyen kevesedik századi gótikus, Európa szerencsés felében megmaradtak olyan templomok, hogy vannak olyan ablakok, amik több száz évesek. És nyilván nem úgy festették őket, hogy függőlegesen voltak, és nem is úgy készítették őket, hanem vízszintesen. Ennek ellenére mégis brit tudósok kimutatták, és statisztikailag megmutatható, hogy mindegyik vastagabb az aljánál, mint a tetejénél. Tehát az elmúlt 100 évek alatt szépen lassan folyik le. Na például ez egy tipikusan olyan dolog, hogy itt például ez nem azért van, mert olyan baromi sűrű lenne az üveg, hanem hát mert ez egy ilyen vicces anyag. Na, szóval ennek sok oka lehet. De hasonló áramlásról akkor beszélünk, hogyha egyrészt geometriailag hasonló az elrendezés, mint itt ez a pici gyerek játékautó itt a szélcsatornában, de ez nem elég ahhoz, hogy hasonló legyen az áramlás hidrodinamikai értelemben, mint ahogy
gondoljunk bele, hogy a pici autó az úton, az máshogy fog viselkedni, mint a nagy autó. Mert a vele szemben jövő szél, például ugye, az a szélnek a sebessége, meg minden, az máshogy fog hatni egy pici autóra, mint egy nagy autóra. Hát persze. Úgyhogy ezért van a Reynolds szám, ami nagyon jó. Megmondja nekünk, hogy mi kell ahhoz, hogy ami történik, az ránézésre ugyanolyan legyen. Tehát persze, hogyha az autó kisebb, tehát a D az kisebb, az autónak a mérete kisebb, de a közegnek, amiben benne vannak a viszkozitása, kinematikai viszkozitása ugyanannyi, tehát mondjuk ugyanúgy levegőt fújok a szélcsatornában is, mint az utcán is, kisebb az autó, akkor az kell, hogy a sebesség, amivel megfújom az autót a szélcsatornában, az viszont nagyobb legyen. Ha vizet töltünk bele, akkor az olyan is van, van olyan szélcsatorna is, hogy víz van benne, csak ezt nem hiszem, hogy szélcsatornának hívják, hanem áramlás, tehát nem szél van benne, víz, de olyan is van. És akkor még egy paramétert lehet csesztetni, a kinematikai viszkozítást. Ugye a víznek a kinematikai viszkozítása az sokkal nagyobb, mint a levegőjé. De bármivel lehet sakkozni, de a lényeg az, hogy ezt a dimenzió nélküli számot, mértékegység nélküli számot konstansul tartsuk. Ez azért persze, higgyetek el, hogy ez mértékegység nélküli szám, mert a sebességnek a mértékegysége az méter per szekundum, a méretnek a mértékegysége méter, és mit ad Isten a kinematikai viszkozításnak a mértékegysége? Az méter négyzet per szekundum. Tehát a mértékegységek kiejtik egymást, úgyhogy egy áramlásról lehet beszélni, hogy ennek a Reynolds száma 10. Például jópofa dolgok a világban, tipikus Reynolds számjai különböző dolgoknak. Na most már nem tartom sokáig ezeket a dolgokat. Szerintem lassan befejezem. Legkisebb hal. Mindjárt. Legkisebb halnak a jellemző Reynolds száma 1. Tehát hogyha a legkisebb pici halacskának a mit tudom én milliméteres mérettartományú méretet beírom ide, hogy... Nagyon, igen, például a mi pici halaink, mivel hogy ők picik, és még lassan is mennek, tehát az áramlások jellemző sebessége is, meg a jellemző méret is kicsi, ezért körülbelül a pici halacskák, amikor úszkálnak a víz, nagyon pici halak úszkálnak a vízben, az ő kis sebességükkel, meg minden, az körülbelül olyan, mint hogyha, hát jó, ez talán annyira nem, de kicsit olyanabb, mintha mi mondjuk mézben úsznánk. Ugye? Vagy az egészen pici kis... Tehát ebben nem gondolunk mindig bele, hogy a Reynolds számokat kell vizsgálni, amikor egy mozgást tanulmányozunk. Például vannak ilyen icipici kis baktériumok, amik itt csillóval mennek előre. Vagy hát mit mondjuk, egy hívivarsajt. Na, hívivarsajt megy előre. Na most az, hogy ő megy előre, az körülbelül tényleg, az például így nagyságrendileg tényleg annak felel meg. Inkább, mint a kis halnál, annyira kicsi hal nincs. De a hívivarsajtnél az tényleg olyan, mintha mi mézben úsznánk. Tehát, hogy ő azt úgy éli meg. És ez nehéz. Úgy éli. Nem, azt mi éljük meg. Két napunkban. És itt vannak még ilyen jellemző Reynolds számok. Amikor a turbulencia beáll, amit az előbb láttunk, amikor ugye hirtelen szopóágra kerül az áramlás, és teljesen előre jelezhetetlenül válik. Például, amikor a szájunkba történik, amikor sistergünk, ilyenek. Az például egy tipikus turbulens áramlás. Na, annak a Reynolds száma, az ez a 10 a harmadikonos, 10 a negyedikenes nagyságrendnél, tehát 1000-10000 tájékán áll be. És ehhez képest akkor itt még vannak ilyen értékek, hogy a vízben úszó ember, vagy tehát vízben, remélek, hogy vízben, de az víz nem néz, a vízben úszó embernél ennek az értéke 10 a hatodikon, a bálna az ugye gyorsan is megy, meg baromi nagy is, tehát annak ez esetében 3x10 a nyolcadikon, a Bözsiket töröl elnevezett hajónak az meg gyorsan is megy, és még nagyobb, tehát annak meg. Ugye Reynolds számnak, milyen a Reynolds
nincs mértékegysége. Hát de nincs. Mert hogy nem azért nincs, mert nem találtak ki neki, hanem mert nincs. De akár lehetne is. De nincs. Oké, hogy nincs. Ez a szép az egészben. De hogy ez igazából csak egy konvenció, nem? Nem, mert általában ezek tényleg vagy most. Most köszönöm, direkt csináltak, hogy egy igazításnál felosztottak meg. Hát ha nem, akkor úgy definiáltak volna a Reynolds számot, mint ahogy itt tették. Semmi ízé, direkt arra hajtottak, hogy mértékegység nélküli kombináció legyen. Mert a mértékegység az azt jelenti, hogy a dolognak van egy jellemző mérete, vagy jellemző időskálája, vagy valami, és pont azt kell keresni, hogy mik azok, amiket ha összegyűjtünk egybe, az egyenletből, akkor tényleg csak ettől az egytől függ az egész, és akkor semmi mástól nem függ. Mert ezekből a kombinációk egyetemben meghatározzák, hogy mi lesz a megoldás a teoretikai értelemben. És ez nem olyan, mint hogy a francia királynak milyen hosszú volt a keze, vagy ilyen mértékegység konvenciók, tehát ez nem olyan, hanem ez valami, amiben az a poén, hogy nincs mértékegysége. Mm-hmm. Egy arány. Igen. És ez a szép benne. És ez a hasonlósági arány, a hidrodinamikai hasonlóságra jellemző arányszám. Ezért lehetne elvileg például hangképző szerveket megépíteni egy laborban, mondjuk akár mézből, vagy vízből, vagy akármiből, csak az ember kiszámolgatja a dolgokat, hogy mennyi legyen a Reynolds szám, és annak kell stimmelnie. Nagyon nem triviális, hogy milyen legyen a Reynolds szám, mert például mi valaminek a mérete. Például attól függ, hogy az ember mire kíváncsi. Jó, itt a hengernél elég egyértelmű volt, hogy a henger átmérője legyen a Reynolds szám, de hát ha mondjuk valaki megkérdezi, hogy Budapest fölött áramlik a levegő, egy épület tömböt kell nézni, és akkor azt akarja berakni egy széncsatornába. Ilyet csinálnak építészek, hogy nem autómodelleket, hanem egy városrész modellt levisznek a széncsatornába, és nézik, hogy milyen izék állnak be. Hát akkor ott például mit tekintesz távolságnak, egy épület méretét, vagy az egész városrész méretét? Tehát nem triviális, mert ezért ezeken el kell néha gondolkozni, de vannak ilyen dolgok, hogy hidrodinamikai hasonlóság, és ez nagyon jó pofa, és ezért van az, hogy tulajdonképpen ugyanazok a megoldások jelennek meg egy zászló rúd mögött, mint ami a sziget mögött, holott az egyik az egy 1 méteres méretskála, a másik egy 500 kilométeres méretskála. És szerintem most én itt be is fejezném, mert így tetelt szerintem az időkeret is, meg itt ez egy jó pont, hogy abba hagyjuk, és akkor következő órán még majd jobban belemegyünk az áramlástamban. De az már csak akkor jövő héten lesz, vagy talán még azután is, hogy nem tudom. Én azt hiszem, igen, én jövő héten nem tudok jönni, mert koncertem lesz. Úgyhogy nem tudok sajnos jönni jövő héten, de jövő hét után meg lehet, hogy igen. Miért? Hát miért kiremézzek? Hát jó, most mondom, mert én tudom. Tehát a tizedikén sajnos nem lesz, mert szerencsére nem lesz óra. Akkor sajnos. Akkor milyen jó, hogy nem hallottam. Na, ugye. Köszönöm. Hát én is. Látszik? Nem. Csak jobban diffund a széle, nem látszik. Hoppá. Nem följebb viszi és spirálok. Az elején tényleg látszott, hogy ilyen hengerben van. Meg van ebben középen. Lehet. A tölcsér ment el most, igen. Ez megint a csőfal. Na, most
az lehet van középen is. Nem. Ott két cső van most. Uh-huh. De előbb a több. Hát az egy máshol nem látszanak. Jó, ezeken jól lehet sebességet mérni ezek a csöppökön. Na. Mehet. Uh-huh. Itt ment egy kicsit föl is, beljebb még egy picit. Ennyire egy centit fölment és stabil. Na ez fölment. Fölment a tövőjég, igen. Kész. Ja nem, még lehet. Ráhúzok. Ráhúzok a fényre. Mehet. Megint ment felfelé is. Még adjon egy kicsit talán. Igen. Döbbenetes lejfölöl. Mindkét irányba megy. Mindegy, ez érdekes. Mert nem biztos, hogy ezt látjuk. Még egy, de most...